Miért is annyira érdekes az agykutatók számára is a képzelet? Azért, mert teljesen egyedi emberi tulajdonságról van szó, hiszen csak az emberi agy képes arra, hogy a memóriát ne csak az adott pillanat munkamemóriájaként használja, hanem számos időségben, rengeteg időségben képes párhuzamosan hihetetlen mennyiségű megtanult információt elraktározni. Ezt teszi aztán képessé arra, hogy a múlt tapasztalatai alapján értelmezze a jelent, sőt megjósolja a jövőt. A múltban megtapasztalt tárgyak, dolgok alapján elképzeljen, kreáljon valami teljesen újat, ami nem létezik, és esetleg nem is fog létezni. Erre kizárólag az emberi agy képes, és a rengeteg időség párhuzamos megtöltése memória nyomokkal, ez követelte meg az evolúciótól azt, hogy az agykéreg felszínét hihetetlen mértékben megnövelje, az összes többi emlős, még a majoméhoz képest is. Aztán ez a megnövelt, hatalmasra megnövelt agykéreg felszín, ugye több négyzetméter, az adott koponyában nyilvánvalóan csak erősen összehajtogatva fér bele. Hogyha most itt fejét itt keresztbe elfűrészelnénk, akkor ezt a képet látnánk. Ugye itt látható ez a sötétebb barna rész, ez az agykéreg, és hogy milyen hihetetlen módon fel van hajtogatva, össze van tekerve, hogy ez a több négyzetméter beférjen a koponyánkba. Ennek a felszíne, felszín nagysága arányos ugyanis a feldolgozó és a raktározó képességgel. Hogyan is képes a szerkezet ezt a hihetetlen működést produkálni? Azt hiszem az agykutatók többségének kezdettől fogva ez volt a legizgalmasabb kérdés. A szerkezet hogyan jósolja meg a működést? Én ebbe a szerkezet és működés kutatásba szeretném önöket az elkövetkezendő pár perc alatt bevezetni, természetesen a lehető legérthetőbb módon. Az agykéregben közel 100 milliárd idegsejt van, és ebből a 100 milliárdból mindegyik 40-60 ezer másikkal lép közvetlen membrán kontaktusba. Ezt el lehet képzelni, milyen hihetetlen komplex hálózatok képződnek. Hogyan tud ilyen hihetetlen sok sejthez kapcsolódni egy adott idegsejt? Hát nyilván, hogyha májsejt vagy bőrsejtek lennének, akkor erre nem lennének képesek, hiszen ezen a kocka vagy gömböc alakú sejtek, amelyek 8-10 másikhoz tudnak hozzáérni. Az idegsejtek viszont éppen azért, hogy rengeteg másikhoz tudjanak kapcsolódni, gyönyörű szép nyúlvány rendszert növesztettek. Az idegsejtek kapnak is, és adnak is, továbbítanak is információt, ezért a nyúlványrendszerük is két komponensre különül, az egyik, amelyiken keresztül kapja az információt, ez egy ilyen rövidebb, vastagabb nyúlványrendszer, itt van kinagyítva, a másik nyúlványrendszer, amint pedig továbbítja az impulzusokat. Az idegsejtre elektromos impulzusok formájában érkezik az információ a többi idegsejtnek a leadó nyúlványaitól, aztán beterjednek ide a sejttestre, ezt hívják sejttestnek, és itt dől el végül is, hogy az érkező, beérkező impulzusok eljuttatják-e a sejtet a kisülési küszöbig, mert akkor tud csak továbbítani információt. Ha elegendő jön be, akkor jön egy elektromos kisülés, és a vékony nyúlványrendszeren tovább szalad, és így továbbítja az információt a hálózat többi tagjának. Hogy minél több ilyen impulzust legyen képes fölvenni más sejtektől, még ilyen tüskéket is növesztettek ezek az antennaként működő nyúlványok, és minden egyes ilyen tüskeszerű képződmény ilyen végződik egy másik idegsejtnek a leadó, továbbító nyúlványa. Gyönyörű szép fa ez, dendrit fának is hívják. Egy Stanford Egyetem hallgatónak annyira megtetszett, hogy a hátára tetováltatott egy ilyen piramis sejtet. No, csak hogy lássák, mennyire gyönyörű tudomány is a neuroanatómia, néhány idegsejtnek bemutatnám még ezt a dendrit szerkezetét, ezt a nyúlványrendszert, ami fogadja az impulzusokat. Ez a kisagyban egy ilyen idegsejt, itt a sejttest, itt vannak ezek a fogadó nyúlványok. Ez pedig a retinából van, tehát a retinában lévő idegsejtek is rendkívül hasonló alapszerkezetet mutatnak, rendkívül gazdag, elágazó nyúlványrendszeren keresztül képes több mint 10 000 másik idegsejtől információt fogadni impulzusok formájában. Így néz ki, hogyha
egy adott agyterületen több idegsejtnek is megfestettük a nyúlványait, még itt is csak csupán 1%-a a sejteknek van ezzel a festéssel láthatóvá téve, látható, hogy így is már nagyon kusza a kép, képzeljék el, ha mind láthatóvá lenne téve, akkor semmit nem látnánk, csak egy tömör fekete pacát. No, a leadó nyúlványrendszer az, mint mondtam, sokkal gazdagabban elágazó, vékonyabb. Itt, ahol, így néz ki a fénymikroszkópban, ez a fogadó nyúlványrendszer, ez a leadó nyúlványrendszer, egy kis végbunkócskák vannak rajta, ilyen gyöngysorszerűek ezek a nyúlványok, és a gyöngysornak minden egyes gyöngye az a pont, ahol ez továbbítja az impulzust egy következő fogadó sejtnek a nyúlványára. Na most az ingelet átadás helyei, amikor egy leadó nyúlvány eléri egy másik sejtnek a fogadó nyúlványát, ugye ezt a tüskét, akkor itt jön létre egy olyan kapcsolat, amit szinapszisnak nevezünk. Itt ugrik át az elektromos impulzus erről a sejtről erre a sejtre egy kémiai közbeiktatott lépésen keresztül. Na, ezeket a szinapszisokat tekintjük a memória elemi egységeinek, ugyanis ezek nem állandó erősségűek, hanem használattól függő módon képesek megerősödni vagy gyengülni. Persze memória nyom az nem azt jelenti, hogy most két idegsejt között megerősítettük a kapcsolatot. Még a legelemibb memória nyomhoz is az kell, hogy több, még egy adott kis agyterülete, mint mondjuk a látókéreg központi része, ha analizálom ezt a pointert, akkor is több 100 millió idegsejt fogja ezt egyszerre analizálni, és ezek valamennyien meg kell, hogy egymással erősítsék a kapcsolataikat tartósan, ez már akkor jelenthet egy elemi memória nyomot. Na most ahhoz, hogy ezek a sejtek egymással megerősítsék a kapcsolataikat, ahhoz az kell, hogy a leadó és a fogadó idegsejt hihetetlen precizitással egyszerre süljön ki. Mi biztosítja az agyban ezt a hihetetlen fokú szinkronitást? Ugyanis 2-3 millisekundum precizitásra van itt szükség. Ha ennél nagyobb a különbség a kettő kisülése közt, akkor már gyengül a kapcsolat. Na most erre jók a gátló idegsejtek. A gátló idegsejteket azért hívjuk gátlónak, mert az általuk beidegzett idegsejteknek csökkenti a kisülési valószínűségét. Tehát eltávolítja őket a kisülési küszöttől. Ezt pedig úgy csinálja egy ilyen gátlósejt, itt van pirossal van az a nyúlványa, amelyikkel gátol, körül fonja a serkentő sejteknek a sejt testét, mintha meg akarná őket folytani, és így egyszerre gátlás útján szinkronizálja ezeket az egyébként kódolást végző sejteket. Na most egyetlen egy ilyen sejt, egy ilyen gátló sejt, körülbelül 1000 serkentő sejt működését képes szinkronizálni. Ez csak a szépség kedvéért mutatom be, hogy milyen sokfélék is lehetnek ezek a gátló sejtek, ez egyszerűen esztétikai élmény is. Hogyan lehet gátlással szinkronizálni? Erre mutatnék be egy animációt, amit még a Mindentudás Egyeteme előadásom során csináltunk. És képzeljék el, hogy itt valamennyien egy hatalmas úszómedencében úszkálnak, én egy polip vagyok, és az a feladatom, hogy összehangoljam valamennyiük lélegzetvételét. Hát ennél mi sem egyszerűbb, szóval rengeteg karom van, mindenkivel valakit megfogok, víz alá húzok, majd jó egy perc múlva egyszerre felengedek. Hát garantáltan legalább az első egy-két lélegzetvétel tökéletesen, szinkron módon fog történni. Ugyanígy csinálják ezt a gátlósejtek is az agykéregben. Piramis sejtjeink tüzelgetnek össze-vissza a serkentő sejtek, de csak addig, amíg meg nem kapják a gátlást a gátlósejtől, majd utána a gátlás alól felszabadulva tökéletesen szinkron módon fognak kisülni. És hogyha én ezt ritmikusan ismételgetem, akkor elérhető az, hogy valamennyi kisülés egyszerre történjen. Na de hát egy ilyen gátlósejt az kb. 1000 serkentőt tud csak szinkronizálni. Nekünk viszont, ugye említettem, a legelemibb emléknyomhoz is, több 100 millió idegsejtnek a működését kell hasonló módon szinkronizálni. Hogy oldja meg ezt az agy? Képzeljük el, hogy itt rengeteg sok ilyen úszómedence van. Mindegyik úszómedencében az ott lévő polipok ugye szinkronizálják a lélegzetvételt. Hogyan tudjuk megvalósítani a szinkronitást a medencék között? Kell ehhez egy úgynevezett szuperpolip, amelyik valamennyi medence fölött állva az egyes medencékbe kinyújtogatja egy-egy karját, de ott már nem az emberekkel foglalkozik, hanem csak az ott lévő polipok működését szinkronizálja.
Így már természetesen megvalósul a szinkronitás medencék között is. Van-e ilyen szuperpolip az agyban? Van. Méghozzá az agykérgen kívül, úgynevezett kéreg alatti ősi központokban, ahol csak pár ezer patkányban, pár ezer emberben csak pár tízezer idegsejt van, mégis ezek képesek szinkronizálni a teljes agykéreg működését, az agykérgi hullám tevékenységet. Ugyanis ezek pacemaker sejtek, és ritmikusan képesek gátolni azokat a gátló sejteket, amelyek szinkronizálják az összes többit. Tehát a gátlás gátlása, azaz gátlás talanítás vagy diszinhibíció útján így képesek tökéletesen az egész agykéreg felszín működését szinkronizálni. Hogy léteznek ilyen pacemaker sejtek, és ezeknek valóban az a funkciója, hogy szinkronizálják a hullámtevékenység során az egész agykérget, azt nekünk sikerült megfigyelni. A Nature-ben közöltük ezt annak idején, és az agydíj, a The Brain Prize egy indoklásául is a díjbizottság ezt felhasználta. Tehát valóban ez egy jelentős megfigyelés volt, hogy ezek a kéreg alatti ősi pacemaker sejteket tartalmazó központok azok, amelyek az agyi hullámtevékenységet így módon generálják. Ennek az agyi hullámtevékenységnek pedig, ugye az elmondottak alapján, elemi funkciója van a szinkronitás révén a memória nyomok rögzülésében. Itt látható csak egy mikroszkópos ábra, ami mutatom azt, hogy egy szuperpolipként apostrofált ilyen pacemaker sejtnek a nyúlványa körül fonja a példában polipként emlegetett gátlósejtet, és csak a gátlósejteken létesít kontaktust. Nagyon izgalmas megfigyelés volt, hogy más hasonló ősi kéreg alatti központok ugyanilyen stratégiával működnek, ez itt a szerotonin tartalmú pálya, ez is csak a gátlósejteket szelektíven szabályozza. És ez volt aztán igazán a végső lökés, hogy levonjunk egy nagyon fontos konklúziót, hogy a szuperpolipként működő agyi központoknak mik is a közös tulajdonságai. Az egyik az, hogy csak néhány tízezer sejtből állnak, mégis rendkívül hatékonyan befolyásolják az egész agykérget felépítő több milliárd idegsejt működését, méghozzá a gátlás gátlásán keresztül. Képesek az agyi hullámtevékenység szabályozásán keresztül az alvás különböző fázisait meghatározni, az ébredés reakcióját. Képesek a szelektív figyelmet befolyásolni, hogy éppen melyik agykéreg területünkön, melyik érzékszervi információt analizáló agykéreg területünkön lesz maximális az az agyi hullámtevékenység, ami a memória nyomok rögzülését elősegíti. Tehát a szelektív figyelem mechanizmusa is részben ide köthető. De a legfontosabb tulajdonsága mégis ezeknek a központoknak, közös tulajdonsága, hogy érzelmekről, motivációkról, és általános élettani állapotunkról szállítanak információkat. Érzelmeink, motivációink több ezer éves kulturális örökségünk által meghatározva pedig nem más, mint a belső világ. Tehát a belső világ az, amelynek alapvető szerepe van az agyi hullámtevékenység alakításán keresztül abban, hogy milyen hatékonysággal tanul. Milyen mélységekbe, milyen akár tudatalatti rekeszekbe is tudjuk elraktározni a különböző külső környezeti információt, és hogy az az információ aztán mennyire lesz előhívható. Tehát ez a kreatív gondolkodó tevékenység, ha tetszik a képzelet, egyik alapvető feltétele, hogy hozzáférjünk ezekhez az elraktározott információnyomokhoz. Ezt a belső világot úgy is el lehet képzelni, mint egyfajta habarcs, ami mondjuk az itt lévő információ téglákat bevonja, és ezáltal válnak ezek az információ téglák alkalmassá arra, hogy egymás tetejére rakjuk őket, ne csak sorba pakoljuk, hogy az információ gyűjtögető némelyik tudós csinálja, építsünk fel belőle valami újat. Az egyedi belső világ az, ami révén ami tudásunk is egyedivé válik, ezáltal nekünk ugyanarról más fog eszünkbe jutni, mint az átlag embernek. Tehát ha mindezt elhitték nekem, ebből már következik, hogy
mi a két legfontosabb nevelési vagy önnevelési feladat a kreativitás, a képzelő erő szempontjából. Tehát egyrészt az, hogy igényt kell teremteni arra, hogy a fiatalság hagyjon időt az agyának, a belső világ impulzusainak a bevonására, agya tudattartalmának kialakítására, és ennek meg is kell teremteni a feltételeit. Na most mindezt komoly veszélyek fenyegetik az információ robbanás világában. Az információhoz jutás rendkívül könnyűsége, az ugye hagyja az agyunkat, hogy elszabaduljon a méről fakadó kíváncsiság, de ez a felületes információszerzés felé viszi el az embert. A felületesen szerzett információ, amikor ugye szörfölgetünk csak az interneten, a primér motivációt már rég elvesztettük, hogy mit is akartunk megtanulni, nem tudunk hozzárendelni kellően mély érzelmeket ezekhez az így elraktározott információkhoz. Ezzel csak azt érjük el, hogy a felületes vagy az időleges információ raktárainkat, memóriakapacitásunkat kitöltöttük haszontalan anyaggal, ezekből eredeti új gondolatok nem fognak támadni, pillanatok alatt elfelejtődnek, és emiatt az állandó sikertelenségérzés, frusztráltság és krónikus stressz lesz úrrá az embereken. Ez pedig magyarázza a pszichiátriai betegségek, pánik, szorongás, depresszió, rohamos terjedését a mai civilizált társadalmakban. Ugyanez eredményezi azt is, hogy adaptációs nyomás alatt van az emberi agy. Tudjuk, minden biológiai rendszernek, ha megváltozik a környezete, ahhoz alkalmazkodnia kell. Esetek többségében a már meglévő genetikai variánsok fognak eluralkodni a többi azokon, amelyek nem tudnak annyira jól alkalmazkodni a környezethez. A lényeg az, hogy a környezet megváltozásnak a mértéke meghatározza, hogy mekkora is lesz ez az adaptációs vagy szelekciós nyomás. Mivel agyunk szempontjából a környezet egy bizonyos szempontból nem más, mint maga az információ, ezért az információ az agyunk környezetének való változtatása által egy adaptációs vagy szelekciós nyomást jelent az emberi agyra. Ez eredményezi aztán a kulturális örökség rossz átadását is. Tehát igen jelentős veszélyben van az első feltétel, hogy létrejön-e az igény, és meg lesznek-e a feltételei annak, hogy az agy bevonja a belső világ impulzusait a memória tárak kialakításában. A másik pedig, hiába hagyunk időt, és vannak meg a feltételek, ha nincs mit társítani, ha szegényes ez a belső világ. Ezért a második rendkívül fontos dolog, hogy gazdagítsuk ezt a belső világot. Művészeti neveléssel, erkölcsi etikai oktatással. Minél többet kellene a középiskolában például foglalkozni a művészet oktatással, a gyerekek foglalkoznak költészettel, színjátszással, muzsikáljanak, ha nem hangszeren, akkor énekeljenek kórusban, fessenek, járjanak szobrász vagy kerámia szakkörbe, és olyan pedagógusokra van szükség, karizmatikus egyéniségekre, akik képesek még a legunalmasabb tantárgy oktatása során is katartikus élményekhez juttatni a hallgatókat. Ez gazdagítja a belső világukat rendkívüli módon. Ugyanakkor ennek párosulnia kell ennek a gazdag belső világnak megismerni vágyással és pozitív gondolkodással. Ezért rendkívül fontos a második dolog is. Mert ha ez a kettő együtt jár, akkor az érzelemgazdagság nem érzelgőség vagy túlzott emocionalitásban fog megnyilvánulni, ami esetleg egy önpusztító viselkedést eredményezhet, vagy a válásokat, vagy az öngyilkossági statisztikák magas voltát magyarázza, hanem valóban egy alkotó egyéniség jöhet létre, és csak ilyen alkotó egyéniségekből, együttműködő emberekből lehet igazán együttműködő társadalmakat építeni. Köszönöm, hogy meghallgattak.